Huvai Imre Csaba gazdaköri elnök szerint az elmúlt napokban lehullott csapadék jókor jött a vetésre, de a végleges megoldást az öntözőrendszer kiépítése jelentheti a gazdák számára. Bár a lehullott csapadék mennyisége messze nem éri el a több éves átlagot, de mentő szerepe volt a nagy szárazságban. 2-40 mm-ig hullott a térségben csapadék, ami hasznos az őszi gabonafélékre, takarmányfélékre és a tavaszi vetésre. Kukorica, napraforgó, borsó, bükköny. A 2 mm-től 40 mm-ig hullott itt a térségben csapadék. A 40 mm az már nagyon hasznos a őszi gabonafélékre, az őszi növényekre, takarmányfélékre és hát a tavaszi vetésű növényekre, a zabra, kukoricára, napraforgóra, borsóra, bükkönyfélékre, tehát minden olyan tavasszal elvetett növényre, ami tulajdonképpen a tavasz időszakban történik a vetése, illetve hát a növényápolási munka folyamatai. A csapadék mennyisége nagyon szórt. A gazdatársadalom részéről az öntözési igény nagy a Nagykunságban és Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Tisza 2-es megépülése óta Európa legtisztább folyója áll rendelkezésre. De további beruházások szükségesek ahhoz, hogy minden gazda területén megfelelő mennyiségű víz legyen. Ehhez alakulnak gazdaszövetkezetek öntözés szervezésére. A műszaki technikai háttér lehetővé teszi, hogy a megyében a valamikori közel 10.000 hektárnyi öntözött terület legyen. Itt a Nagykunságban, illetve Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Közép-Tisza vidékén nagy hagyományai vannak a öntözésnek. A Tisza 2 megépülésével, illetve a víztározó megépülésével, ami 1974-ben történt, azóta mindig a Európa legjobb víztestje áll rendelkezésünkre, a Tisza Európa legtisztább folyója, tehát gyakorlatilag a vízlépcsővel eljutatott, gravitációsan eljutatott víz az rendelkezésre áll, de további beruházások szükséges ahhoz, hogy minden gazdatársadalom részére megfelelő mennyiségű víz legyen, és alakulnak a gazdaszövetkezetek, amelyek az öntözésre szerveződnek, illetve a műszaki technikai háttér lehetővé teszi azt, hogy a megyébe a már valamikor közel 100.000 hektárnyi öntöző területnek a hatása, illetve annak a alkalmazása visszatérjen. Úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő időben a tervezések kapcsán a főműcsatornák üzembe helyezésével az öntözés mindenféle öntözővíz, belvíz, kétértő csatornák rendezésével és a gazdák tervezésével összhangban ez az öntözési program az elkövetkező 5-10 évben meg tud valósulni. Az öntözési programhoz szükséges kormányzati akarat, pályázati lehetőségek rendelkezésre állnak, de kell, hogy az állami csatornák is funkcióképesek legyenek. Öntözés mindenképpen szükséges a hibrid kukorica vetőmag előállítása, a borsó, a csemege kukorica, a kertészeti növények, illetve vízigényes zöldségek, gyümölcsök esetében. Ehhez nagyon szükséges az, hogy a kormányzat részéről azok a feltételek, azok a pályázati lehetőségek rendelkezésre álljanak, illetve a főművi csatornák, ami tulajdonképpen az állami csatornákat jelenti, azok funkcióképesek legyenek, el tudják vinni a vizeket azokra a helyekre, ahol a gazdák a tábláikra kiutatják a vizet, és egyrészt hozammentés, másrészt meg a technológia szerinti alkalmazás lehetővé válik. A legfontosabb növények, amelyeknek az öntözése mindenképpen szükséges, a hibrid kukorica vetőmag előállítás, a borsó, a csemege kukorica, kertészeti növények, illetve olyan zöldségnövények, gyümölcsök, amelyek vízigényesek, de általánosságban elmondható, hogy a hozammentés, amikor nagy a szájban alapvető feladat, illetve a hozamnövelés, mert a öntöző területeken a technológia lehetővé teszi a száraz művelésnek a termés eredménynek a kétszeresét, háromszorosát is. Ezek a törekvések nagyon fontosak, a mezőgazdaság eltartó képessége szempontjából is nagyon fontos, versenyképessége szempontjából is nagyon fontos. És gyakorlatilag a megye olyan kitörési pontját jelenti az öntözés, a kertészkedés, ami szorosan összefügg, a vetőmagtermesztés, ami a idegenforgalommal is egy van, és az út építés, illetve az út hálózat fejlesztésével. Tehát egy komplett magasabb színvonalú fejlesztés azért függ az öntözéstől is, mert az öntözés a termés biztonságot jelent.
egy olyan lehetőséget, ami a gazdatársadalom részéről az intenzívebb, egységinteresen nagyobb termelési értéket előállító kultúráknak a biztos megélhetését jelentik. A versenyképesség szempontjából is nagyon fontos az öntözés, ami áttételesen összefügg a gazdaság egyéb ágazataival, idegenforgalom, útépítés, úthálózat fejlesztés, arról nem is beszélve, hogy az öntözés termésbiztonságot jelent a gazdatársadalom részére. A kormányzati hatások most kezdenek érvényesülni az öntözés fejlesztésben. Vélte a szakember.